Köszönöm szépen. Rektor úr, igazgató úr, elnök úr, tisztelt konferencia résztvevők. Azzal kezdődött a reggel, hogy találkoztam egy angol pszichológussal és egy szakmabelivel. Nagyjából el is dőlt, hogy a sok fejemben forgó lehetséges gondolat közül, amelyet ugye 10 percben kellene kifejteni, miről beszéljek, megadta a végső formáját. 10 percben nagyjából az országimázsról ugye értelmetlen beszélni, hiszen látni fogjuk, hogy ez a nap sem lesz elég arra, hogy azt a rengeteg kérdést és felvetődő problémát legalább érintőlegesen meg lehessen célozni, meg lehessen nevezni, esetleg róla valamiféle párbeszédet el lehessen indítani. Úgyhogy én vettem a bátorságot, és három dologgal foglalkoznék most. Egy definíciós kérdéssel, kicsit a pszichológiájával mindannak, amivel szemben állunk, illetve egy rövid kis kitekintés azért arra adnánk, hogy pontosan mi is történik ezen a területen. Országimás konferencián vagyunk, és itt a kollega pont azzal szembesített engem, hogy azt kérdezte, hogy miért nincs gazdája az országimásnak. És mondtam neki, hogy de van. Most a rossz hírem az, hogy mindannyian a gazdái vagyunk az országimásnak, egytől egyig, a legkisebb falu lakójától a miniszterelnökig, illetve a köztársasági elnökig, a legkisebb vállalattól a multinacionális vállalatig, amely Magyarországon tevékenykedik, minden egyes magyar ember felelős az országimázsért, úgyhogy az országimázs az egy olyan dolog, ami organikusan alakul. Organikusan alakul, minden résztvevő szerepe megkérdőjelezhetetlen és fontos. Nem tudjuk, hogy ki juthat olyan szerephez, amely alapvetően befolyásolja ezt a képet. Lehet ez egy miniszterelnöki beszéd, lehet ez Brad Pitt nem úgy hatástalanított fegyver arzenálja, amit a zombi filmhez hoznak Budapestre, vagy éppen a mai hírekben látom, hogy Új-Zélandot és Japánt is megjárta az a hír, hogy Magyarországon a forgalomból kivett bankokkal fűtik adott esetben az iskolákat. Mind-mind hozzájárulnak az országimás alakulásához. Ezek olyan folyamatok és olyan tényezők, amelyek ellen tulajdonképpen nem is tudunk tenni. Nem is tudunk tenni, és nem is kell tennünk, hanem pontosan ezért ennek tudatában kell tevékenységünket formálni, ennek tudatában kell a döntéseinket meghozni, és ennek tudatában kell felépíteni azt a stratégiát, csak hogy itt a definícióhoz vissza is térnék, amit időnként össze is szoktunk keverni az ország imázzsal, ez pedig az ország márkázás. Mi az elmúlt másfél-két évben az államtitkárságon is foglalkozunk az országmárkázás kérdésével. Mondhatni a szereposztás szerint ez az államtitkárság feladata, hogy ezt a sajátos összehangoló munkát valamilyen formában elkezdje és folytassa, amellyel az országnak egyfajta képét tudja sugalmazni. Az ország márkázása a 21. század elején egy önálló tudományá, vagy hogy tetszik, szakmává vált, és én azt gondolom, hogy helyesebb talán ország márkázásról beszélni, amikor például a mai alkalommal is kulturális, gasztronómiai, kulináris dolgokról, borról és egyebekről beszélünk, hiszen még egyszer az országimázs organikusan alakul, és mi mindjárt kitérnék rá, egy sor pszichológiai, öntudatlan vagy kevésbé felismert elemmel rendelkezik, miközben az országmárkázás, illetve az országmárkázás különböző vetületei, azok nagyon is tudatosan és professzionális értelemben folytathatók. Kicsit a sztereotípiákra térnék vissza, itt felvezetőben szólt az előttem szóló erről. Én történész vagyok, és egészen pontosan egy 18. századi témából írtam még anno a disszertációmat. Sose gondoltam volna, hogy az osztrák monarchia politikai képe 18. századi Nagy-Britanniában annyira aktuális lehet, mint az elmúlt másfél-két évben. Ugyanis azzal kell találkoznunk és azzal szembesülünk, hogy ez a bizonyos politikai imázs, amely ennek a disszertációnak a fókuszában volt, az ma legalább annyira fontos szerepet játszik az ország imázs meghatározásában, mint most már idestóval 300 évvel ezelőtt, és olyannyira képlékeny és olyannyira esik áldozatul, vagy válik eszközévé, adott esetben értelmetlennek tűnő, alkalomszerű, vagy megmagyarázhatatlan eseményeknek. Pszichológiai folyamatokról van szó, olyan berögzült előítéletekről és sztereotípiákról, amelyeknek a megváltoztatását, bár aktívan szeretnénk elérni, minimális esélyünk van megvalósítani. Ezek a sztereotípiák évszázadok óta léteznek, meg kockáztatom egyébként, hogy nem is a 18. században születtek, bár a felvilágosodás sokat tett azért, hogy rögzüljenek Európán belül.
Nemzeti sztereotípiák, politikai sztereotípiák gyakorlatilag az emberi civilizáció kezdetétől léteznek. Egymásra rakódó rétegekként, én csak azt szoktam mondani, amolyan guánóként rakódnak egymásra, és ahogy nő rajtuk a nyomás, egyre kevésbé felvakarható, egyre kevésbé megváltoztatható képet mutatnak egy-egy politikai közösségről, egy államról, egy országról, egy népről. Így, amikor az országimást akarjuk formálni az ország márkázás révén, illetve azokkal az eszközökkel, amelyekről majd mindjárt szólnék, mindig tisztában kell lennünk azzal is, hogy nem pusztán a kornak, az adott időpontnak szólunk, hanem egyúttal részesei vagyunk egy történeti folyamatnak. Hozzáteszünk, hogy elveszünk azokból a sztereotípiákból, előítéletekből, amelyekkel egyébként mindennapi életünkben is szembesülni kell. Ez a folyamat extrém példákkal is szolgál, ugye az elmúlt másfél-két évben Magyarország ennek a sajátos örvénynek tulajdonképpen a középpontjában, vagy talán most már remélhetőleg a legaljára ér. Sose gondoltuk volna, hogy azok a sztereotípiák, amelyek nem csak a magyarokkal, hanem úgy általában a közép-európaiakkal, vagy a kelet-európaiakkal kapcsolatban évszázadokkal ezelőtt rögzültek, azok ilyen eleven formában jelennek meg, és képesek befolyásolni mindennapjainkat, a gazdaságot, azt a kulturális képet, amelyben mozogunk el, és lehet téma Magyarország is az, hogy milyen állapotok uralkodnak ebben az országban, az állapotokat idézőjelbe tettem. Egy svájci óvodában, egy belga iskolában, vagy éppen a különböző parlamentekben, mondjuk az Európai Parlamentben. Még egyszer olyan folyamatokkal állunk szemben, amelyekről nem kell ugyanakkor megijedni. Sokan mondják, hogy ez micsoda dolog már. Ez egy olyan dolog, amely már egyszer-kétszer bekövetkezett, ami nem a mi életünkben, de ennek az országnak, ennek a népnek az életében. Elkerülhetetlenül következik be. Egyet lehet tenni, hogy tudatában vagyunk, hogy újra és újra elő fog fordulni, és ennek megfelelően készülünk rá. Ennek érdekében egy sor olyan feladatunk van, amelyet tulajdonképpen már évtizedekkel ezelőtt el kellett volna kezdeni. De sosem késő, éppen azért, mert hosszú történeti folyamatokról van szó, éppen ezért mi másfél évvel ezelőtt például az Európai Uniós Elnökség kapcsán indítottuk el azt az úgynevezett országmárka tanácsot, amely ezt a koordinációs szerepkört igyekszik ellátni. A kritikák azok jogosak, hol sikerrel, hol kevesebb sikerrel. Illetve az elmúlt hetek és talán most már hónapok pedig lehetőséget adtak arra is, hogy ne pusztán itthon, hanem külföldön is elkezdjük elvégezni azt a feladatot, amely ennek a sztereotípia rendszernek, ha úgy tetszik, az adottságoknak és a kereteknek a felmérésével kezdődik. Országimázsról beszélve, ugyanis két dologról beszélünk valójában. Egyrészt beszélünk a saját identitásunkról, arról, hogy mit gondolunk saját magunkról, hogyan vetül ez ki a mi mindennapi életünkre, életszervezésünkre, és hogyan próbáljuk megmutatni magunkat a külföld felé, és beszélünk arról, hogy hogyan néznek ránk külföldön. Ezért a munka, amit el kell végezni, az gyakorlatilag egy párhuzamos munka, végzendő külföldön, egy felméréssel, egy tulajdonképpen egy olyan carte blanche, egy olyan fehér lap létrehozásával, amelyre tudatosan próbálunk majd rajzolni különböző formákat, és folyik idehaza, mint egy észrevétlenül, vagy talán kevésbé befolyásolhatóan, hiszen a magyar identitás kialakítása is egy olyan folyamat, amely egyrészt folyamatosan zajlik, másrészt pedig a rendszerváltoztatás óta eltelt 21 néhány évben számos buktatóval kellett, hogy találkozzon. Befejezetlen munkáink vannak, ahogy szoktuk mondani a politikai kommunikációban, narratíva problémáink vannak. Az a sajátosan felbillent és aszimmetrikus narratíva, amelyben a magyar politikai kultúra az elmúlt 20-23 évben létezett, alapvető javításra szorul. Én azt gondolom, hogy azok az erőfeszítések, amelyek ennek a narratívának a helyrerántására irányulnak, azok eléggé láthatóak, és meg is kapjuk érte a magunkét az elmúlt másfél évben. De egy olyan folyamatról, egy olyan munkáról beszélünk, amelyet el kell végezni. Amikor ezt elvégeztük, és kialakul az a közeg, amelyben értelmes és egyenrangú párbeszédet tudnak folytatni az egymással időnként vitatkozó vagy egyet nem értő perspektívák arról, hogy mit jelentenek alapfogalmak a magyar politikai életben, a magyar kultúrában, a magyar társadalom életében, akkor nyílik lehetőség arra, hogy az az identitás, amely még egyszer az országimásnak egy alapvető részét képezi, végre egy olyan egészséges formát öltsön, amely a tőlünk szerencsésebb országokban már évtizedek óta, vagy akár évszázadok óta létezik. Ha egy kicsit történészeskedni akarnék, akkor azt is mondhatnám, hogy helyre kell állítanunk azokat a folyamatosságokat, a magyar identitás, a magyar társadalom élete szempontjából, amelyek a 20. század zaklatott történelme folytán többször is felborultak, és amelyet az elmúlt 21 néhány évben pedig még csak részben sikerült helyreállítani. És hogy ne kalandozzak nagyon el is, a kereteket is betartsam, néhány szóban azért arról is érdemes szólni, hogy milyen munka indult el, milyen elemei vannak, látható elemei
annak, és milyen keretek között vagy körülmények között kell ezzel megbirkóznunk az ország márkázásnak, illetve az ország imázs tudatos formálásának. Nagyon örülök, hogy a meghívottak között olyan szakemberek vannak, akikkel az elmúlt másfél-két évben azért volt szerencsénk együttműködni különböző területeken, kultúrában, a kultúra különböző szegmenseiben, divatban. Ugye ne felejtsük el, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium indította útjára az államtitkárság felügyelete alatt például a Gombold újra projektet, amely én azt gondolom, hogy egy tipikus példája annak, hogy a hagyomány vagy a modern hagyományteremtés szándékával elindított folyamat hogyan tud két év alatt valódi hagyománnyá válni. Nagy izgalommal kezdtünk neki tavaly a szervezésnek, sok-sok buktató volt előttünk, és az idei év viszont már bemutatta, tavaly év is nagy siker volt, az idei pedig megmutatta, hogy nagyon komoly igény van rá, nagyon komoly perspektíva van a divatban, úgy általában a kreativitásban érdemes feltarolni és érdemes megteremteni azokat a felületeket és elemeket, amelyen keresztül az egyébként a magyar lélekben, ha úgy tetszik, a magyar identitásban is nagyon fontos szerepet játszó kreativitás, innováció, az megkapja a maga kereteit. A kreativitás és innováció miatt kínálkozik ide egy másik olyan, talán már a sajtóból önök által is ismert folyamat, amelyet szintén elindítottunk. Ez nem más, mint azoknak az értékeinknek, építészeti örökségünknek a feltorolása és újraformálása, amely például a budai várban, vagy éppen majd abban az úgynevezett kocka projektben valósul meg, amellyel a lágymányosi pesti parttal szemben a budai oldalon megpróbáljuk létrehozni a magyar innováció, a magyar szellemi innováció egy olyan központját, Rubik Ernő beleegyezésével, együttműködésével, ők egyébként most jártak éppen az Egyesült Államokban egy kis konferencián az elmúlt napokban Fürjes Balázs kormánybiztos úrral, ahol meg tudjuk mutatni egy folyamatosan alakuló formában és egy emblematikus épületen keresztül a magyar szellemi innováció különböző eredményeit. És akkor mehetünk tovább természetesen a kultúra különböző területére, ugye Kályán Csaba, aki például egy olyan intézményt vezet, amely azt gondolom, hogy úttörő szerepet játszik a magyar kultúra bemutatásában, és ott vannak azok a rejtett értékeink Budapesten belül és az országban különböző helyeken, amelyeken keresztül meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, amelyek a magyar kultúrát újra pozícionálják Közép-Európában és a világban. Itt a MIPÁT, mondjuk Budapesten, ha kiemelem, vagy éppen a hányatott sorsú CET-et, amellyel valamit majd kezdenünk kell, de említhetném a Zsolnai Központot, ahol volt szerencsém az elmúlt hetekben többször is, kétszer is látogatást tenni, illetve megnyitni az ottani családtörténeti és technikatörténeti kiállítást. Egy olyan kis gyöngyszemei találhatók a kultúrának, a technikai kultúrának és az előadó művészeteknek országszerte, amelyekkel szervezett formában újra felfedezve kell foglalkozni. És hát beszélhetünk természetesen a filmről is, ugye a konferenciának, illetve ennek a mai eseménynek egy olyan címe van, amely egy sikerfilmre utal. A magyar film megújítása az több irányból is elindult. Önmagában a Brad Pitt zombis hasonlata az is elég volt arra, hogy Magyarországra irányítsa a figyelmet, de ne felejtsük el, hogy 2010-ben például, amikor a kormányzást a polgári kormány elkezdte, akkor Angelina Jolie-ék felajánlást tettek az éppen itt forgó filmünk apropóján a Travis Káros útak javára, tehát be tudtunk kerülni a világ figyelmébe nem csak abból az okból kifolyólag, hogy egy katasztrófa volt itt, hanem abból az okból kifolyólag is, hogy itt világsztárok forgattak. És hát Andy Vajna kormánybiztos úr vezetésével elindult egy olyan megújítási folyamat, amely azt gondolom, hogy helyre rántja a magyar filmgyártás szekerét is, felteszi arra az útra, amelyen keresztül meg lehet célozni az, hogy Magyarország olyan gyártóbázis legyen, ha minden igaz, itt nem messze tőlünk forgatják egyébként a Die Hard ugye 5. részét, és jól haladnak a forgatással, Bruce Willis pedig Budapesttől nem messze bérelt házat, és kutyájában együtt jól érzi magát az információm szerint. Tehát itt vannak azok az elemek, amelyek önmagukban is elegendőek arra, hogy az országra irányítsák a figyelmet, és hogyha abban az erőfeszítésben, amelyet az itt jelenlévők is egytől egyig végeznek, szervezeteiken keresztül, az egyetemen keresztül, vagy éppen egyénként, ezek meg tudják, hogy tudnak egy olyan formát ölteni, amelyek hozzájárulnak ahhoz a bizonyos ország imázsnak az alakulásához. És hát a mi részünkről, a politikai kommunikáció részéről pedig azt tudjuk ígérni, hogy harcolunk azért, hogy azokat a negatív kampányokat, illetve azokat a alapvetően igazságtalan támadásokat, amelyeket az ország érik, de amelyek még egyszer nem újak, nem szokatlanok, hiszen már volt benne részünk, azokat a megfelelő szinten tudjuk kezelni, és semlegesítsük, és megteremtsük a
lehetőséget annak a szakmai munkának a végzéséhez, amelyen keresztül a sikerhez, illetve a valódi eredményekhez vezet az út. Köszönöm szépen!